A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Az emtv.hu kiemelt partnere a Volt 51 Gamer Bar, 6. kerület, Ó utca 51, Budapesten, az Oktogonnál. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az emtv.hu bemutatja. Ez itt a Parallaxis, az emtv.hu és az Űrszekerek tudományos és fantasztikus podcastje. A fedélzeten Ádám, Csaba és Miklós. Sziasztok, ez itt a Parallaxis, én Ádám vagyok, de természetesen itt van velem Csaba és Miklós is. Sziasztok, először találkozunk a kapcsolatfelvétel napja óta, ott is volt Parallaxis kerekasztal, hogy éreztétek magatokat? Sziasztok, hát én rendkívül jól, Miklóst terheltem mindenféle hülye kérdésekkel, de jól helytállt, tehát a kapcsolatfelvétel, hogy hogyan zajlana realisztikusan, arra szerintem a lehető legtöbb szemszögből így rávilágítottunk, meg megpróbáltuk ezt a dolgot felgöngyölíteni, és még Hol Nándor és Szórádi Erika is bekapcsolódott egy-egy ponton, bár Miklós elég sokat beszélt. Úgyhogy... Jól van, na, hát figyeljetek, ez volt a megrendelés. Na de az igen. Volt, hogy ott rögtön egyébként ugye a nem tudásunkról kellett számot adni. Ugye az volt a mutatvány, hogy olyasmiről kellett beszélni, amiről nem tud senki semmit. Hogy hol van IT és miért nincs itt, ugye? Tehát, hogy itt ez volt a kihívás, ezzel egy kicsit amúgy meg is ágyazunk annak, amiről ma fogunk beszélni, nem? Mert a tudósok általában, vagy a kutatók szeretnek abban a szerepben feltűnni a társadalom előtt, hogy ők aztán mindenre tudják a válaszokat. Ugye? Amikor és valamit tekintélyes érvek alá, ahhoz, hogy egy érvet alátámaszt, akkor gyakran elég megidézni valami komoly tudományos kutatónak a nevét. Mondjuk szerintem a Facebook Einstein jelenségét biztos ismeritek, tele van az internet Einstein idézetekkel, amiknek a 95%-át nem Einstein mondta, hanem az általam Facebook Einsteinnek nevezett közösségi fantom. Szóval a kutatók nevét használják mindenféle érv alátámasztására, és hát most ugye meg fogjuk ma is látni, meg hát akkor is bemutattuk a kapcsolatfelvétel napján, hogy azért szóval azért ők sem mindig tudják, hogy mi a helyzet, és hát óriási nagy mellélövések voltak a tudomány történelmében. Ma már megnyugodhatunk. Nem születnek Facebook idézetek ezekből, amiket ma föl fogunk sorolni? De hát figyeljetek, hát bőven elég az, hogy brit tudósok, ezt azért, hát tényleg, tehát hogy van ez a jelenség, odaírod brit tudósok, bármit be lehet adni, abszolút. Tehát akár szerintem nyugodtan, hogy beadhatnánk mi is, hogy feltaláltuk a nem tudom, térsebesség utazásának módját, szóval tényleg be lehet gyakorlatilag bármit adni. Nekem egyébként tetszik a listánkon az a gondolat, hogy szinte már mindent tudunk a csillagászatról és a fizikáról, ezt Newcomb állította az 1800-as évek végén, hiszen ő már azt mondta, hogy ennyi elég is volt, lezárhatjuk a történetet, már nem fogunk semmit sem megtanulni. Persze, mert mindenki, mert azok a tisztességes munkát is vállalhatna az a sok csillagász. Egyébként én megértem őt. Autószerelőnek, vagy valami. Tehát, hogy igen. Igen. Így én megértem őt, hogy miért mondta ezt, mert ő érezte, hogy mindig, amikor valami újat találunk ki, akkor nem csak újat ismerünk meg, hanem valójában az is kiderül, hogy mennyire keveset tudunk a világegyetemről. Például jön egy relativitás elmélet, és évtizedekre, évszázadokra megnyitja az utat új kutatások, meg új alkalmazások előtt. Szóval szerintem ő érezte ezt, hogy nem lesz jó, hogyha valami újat is megtudunk. Mert hogy mai adásunkban a tudományos blamákról fogunk beszélgetni, olyan félre sikerült tudományos előrejelzésekről, amiket komoly emberek komolyan állítottak, de aztán hát a tudomány és az idő rájuk cáfolt, úgyhogy szerintem kezdjünk is bele.
Jaj, de Ádám, annyira jót mondtál, most megfoglak, hogy ez a fontos, hogy kedves hallgatók, hogy a tudomány maga cáfolt rá. Tehát a tudomány az abban különbözik az áltudománytól, hogy van benne egy ilyen önkorrekciós mechanizmus. Az pedig nem más, mint hogy a kutatók egymást bírálják, és hiába egy olyan tekintélyes emberek, mint akiket most itt el fogunk mondani, mint a Newcomb, akit mondtál, de lesz itt Kelvin meg Einstein, az igazi Einstein, nem a Facebook Einstein. Szóval akármilyen nagy nevek mondhat valamit, azért idővel kiderül, és valóban a tudomány önkorrekcióra képes. És ezért halad. És ez egy tök jó dolog, hogy igazából nem kiröhögni akarjuk majd ezeket az embereket. Na jó, egy kicsit igen, de ugye azt mindez csak úgy, hogy ez a természetes folyamata a megértésnek. De tudjátok egyébként, hogy miért nem lapos a föld? Tehát honnan tudjuk igazából, hogy nem lapos a föld? Tehát nem onnan, hogy nem tudom, jártunk már a világűrben, meg úgy egyébként, úgy bármi másból, hanem mert máskülönben a macskák mindent lelöknének a széléről. Így van, tehát ez egy indirekt bizonyítás volt, ugye, amit most mondtál. Tehát hogy nem lehet igaz az eredeti állítás, mert akkor ellentmondásra jutottunk. Tehát ugye ez is egy jó pofa. Megismerési mód. Így van, nem keveredjünk is bele ezekbe a dolgokba most alaposan. Na jó, figyeljetek, mondjuk ezt a Newcombot, amit mondtál. Ez egyébként, Newcomb egyébként egy annyira nem ismert a széles körben, egyébként egy nagy asztrofizikus volt ő a 19. században, amerikai, vagy hát kanadai születésű, és rengeteg minden művelt, tényleg a kora tudományának egy, ma már annyira nem ismert a neve, de hát akkoriban az egyik legnagyobb szaktekintély volt, és amit ő mondott, az kb. Az volt, hogy a fizikában és a csillagászatban, vagy hát ezek metszetét alkotó asztrofizikában, már aztán tényleg, már tényleg csak a kis finom hangolás van, hát most már lényegében mindent értünk. Mi volt ekkoriban az, amit tudtunk? Majd röhelyesen kiderül egy másik izéből a listán, hogy rohadtul semmit, még az sem, hogy a csillagok mitől világítanak. Tehát, de Jupiter tömegét azt tudtuk, mert azt ő maga határozta meg, és igazából én próbálom magam belehelyezni abba a korszakba, hogy mi vezérelhette őt, hogy ilyet mondjon. És ezt nem nagyon tudom átérezni sajnos. Hát sajnos nem értünk abban a korban, így nem tudjuk elképzelni, de ha ebből ez a szemszögből... Ez egy hasonló kor volt, mint a mostani. Én azt hiszem, milyen nem? Szempontból? Hát az, hogy most is az van, hogy óriási nagy beképzeltség van az emberiségnek ilyen szempontból, hogy tényleg most is azt hiszük, hogy már annyi mindent tudunk. És akkor például a fizikában is, hogy tényleg, de hát most is elhangzanak hasonló dumák, hát, annak ellenére, hogy ott van. Hát igen, azért valamennyit tanultak a múltból, de azért ahhoz képest, hogy az univerzumnak hány százalékáról gőzünk sincs, hogy micsoda, tehát gondoljatok az univerzumnak a messze túlnyomó többségét kitevő sötét anyagra és sötét energiára, amiről hát csak találgatások vannak, hogy mi lehet, ez csak az egyik dolog, tehát hogy hát azért itt egy hasonló kor, tehát a 19. század végére megrészegültek a leíró tudománynak a sikereitől. Hát a 19. században ott volt Maxwell, aki megalkotta az elektrodinamikát, ugye előtte században ott voltak Newtonék, meg a többiek, tehát addigra már majdnem kész volt a fizika legtöbb ága, és hát ez megrészegítőleg hat, tehát ez egy olyan kor volt, mint most. Most is el vagyunk ájulva magunktól egy kicsit. Hogy nem látták a fától az erdőt, mint hogy most is azt mondjuk, hogy hát már majdnem mindent értünk, hát itt van mondjuk 70%-nyi sötét anyag meg energia, amiről nem tudjuk, hogy mi, de hát úgy egyébként úgy minden oké. És hát minden oké is volt a hétköznapi élet szintjén, mert hát azt jól le lehetett írni, hogy mitől szól a rádió, akkor még pont nem szólt, de már majdnem, de hogy mitől megy a morze, vagy a távíró, azt le lehetett írni, meg meg lehetett csinálni. Fényképeket már lehetett csinálni. Igen, már szinte repülőgépeket és röntgengépeket is lehetett építeni. Hát és abban nem nagyon hittek még, legalábbis a kor egyik legnagyobb gondolkodója, William Thomson, azaz Lord Kelvin. Ebben a kettőben pont nem hitt.
Lord Kelvin, bocsássatok meg, ez olyan, mint egy ilyen Marvel-es vagy DC szuperhős, nem? Hogy így Lord Kelvin, tehát... Nem. Bizony, hát abszolút. Igen. Úgyhogy ez ugye pontosan, hogy ez neki egy ilyen úgymond felvett neve volt, mert hogy kellő ez... ugye Lord valóban, és William Thompson névre hallgatott az ember, aki egyébként a Magyar Tudományos Akadémia tiszteleti tagja is lett 1873-ban, most olvasom. Hát igen, ő letett egy-két dolgot a termodinamikában, ha más nem érdemes megemlíteni, akkor a hőmérsékleti skála, aminek a dimenziója, a mértékegysége az Kelvinben szokott elhangzani. Úgyhogy hát ez már előre vetíti, hogy nem kispályásról beszélünk. Abszolút, meg a hullámtanban is maradandót alkotott, tehát én például a áramlástani laborban, ahol dolgozom, itt Kelvin hullámokkal például igen gyakran találkozunk, többfélével is. Tehát például, mit tudom én, azt, hogy a hajók úsznak a vízen, és akkor mögöttük kialakul ez a, vagy a kacsák, és mögöttük kialakul ez a kúp alakú tartomány, ugye, amit ugye látta mindenki, hogy ilyen, hogy milyen hullámok keletkeznek a kacsák mögött, na például azoknak a matematikai leírását is a Kelvinnek köszönhetjük, szóval ő sokat alkotott, és aztán ennek megfelelően meg is nyilatkozott mindenből, tehát ő is egy megmondó ember volt a maga korában, a Kelvin lordja, és hát megkérdezték őt mindenféléről, szerencsére, úgyhogy aztán mondott jópofa dolgokat. És akkor arról is megkérdezték, hogy szerinte lesz-e röntgen sugár, vagy hogy lesz-e repülőgép? A repülőgép az ugye, na egyébként a repülőgép az egy olyasmi volt, amit ez a, hogy hívják, ez az előbbi ember, ez a Newcomb is kritizált, tehát tulajdonképpen ők csak hangoztatták a 19. század végi álláspontot, mi szerint a levegőnél nehezebb testek repülése lehetetlenség, amit én igazából sose értettem. Mert hogy például a madarakat azért ők is látták, hogy tudnak repülni. Hát, meg egy-egy levél, ugye elszállingózik a... Hát az előbb-utóbb leesik, mondjuk. Ja. Hát ez igaz. Igen, tehát az több, mondjuk papírrepülőt talán már ők is láttak. Tehát ugye levegőnél nehezebb, ez azt jelenti, hogy ugye már 18. század óta az emberek kitűnően léghajóztak. Ugye a léghajó az a levegőnél könnyebb repülőszerkezet, ugye nyilván ennek a létezésében nem kételkedtek. Mert látták nap, mint nap, viszont... Lehet, viszont hogy a hízes, hogy... meghajtott szerkezetekre gondolt, tehát igen. Ő akkor úgy gondolta, hogy hát még ott egy motor is lenne, ami nem kicsi, nem kis tömegű, hogy a rákba fog az ott fennmaradni. Igen, erre gondolhatott, és hát ezt matematikailag igyekeztek is cáfolni, a Newcomb is, és a Kelvin is, a Kelvin az azért viccesebb, mert ő az ilyen értelmű nyilatkozatát a Newcombnál később tette, 1895-ben, ugye azt azóta is rengetegen idézik. Szegény Kelvintől valószínűleg a Kelvin fokot ugye ismerik az emberek, de ha idéznek valamit Kelvintől, akkor ezt idézik. Tehát, hogy ezt azért ő ettől nem nagyon tud már megszabadulni szegényke, az, hogy azt mondta, hogy a levegőnél nehezebb testek repülése lehetetlenség, mondta 1895-ben, azaz 8 évvel a Wright fivérek előtt, amikor ugye először... Ez a madarak dolog, ez egyébként engem megfogad, most így kimondtad, meg persze hát tök logikus, és ezen gondolkodom, hogy tényleg ez mi a... kömre alapozták, mert hogy nem kötekedésből, de hogy így azért ilyenkor ebben az időben még egy motor, tehát hogy így szerintem nagyjából ugye el nem tudták volna képzelni, hogy elég erős motort rakjanak egy gépre, tehát azért a Wrightéknak a kezdetleges szerkezeteik sem a nem tudom Boeing motorokról voltak élesek, szóval csak arra célzok, hogy úgy a madarak tényleg, tehát ugye az úgy akár egy bogár, hát a bogár sem könnyebb a levegőt. Tehát, hogy ezt így mire gondolták, hogy... De hát ez egyébként ugyanaz, hogy volt egy ilyesmi, vagy ez ilyen urbán legend, hogy de ha jól emlékszem, tényleg volt ilyen, hogy azt mondták valamikor, hogy nem tudom, 60-nál többel, vagy 40-nél többel nem tudnak menni az emberek. Igen, mindig a közlekedésben van ez a szkepticizmus. Én a vonattal kapcsolatban is ezt az Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer az ember című francia rajzfilmben láttam. De jó volt. Mint hivatkozási alap. Hogy vonatot sem hitték, hogy meg lehet csinálni. Azt hitték, hogy majd ott forogni fog a kerék a sineken, meg nem fog tudni elindulni. Aztán, amikor megcsinálták, megépítették, akkor mégiscsak elindult.
És hát nagy a szkepticizmus itt, itt az elektromos autókkal szemben is. Egy darabig az ment, hogy ez fenntarthatatlan, holott előbb volt elektromos autó, mint belső égésű. De mindig valahogy, hogy a közlekedés megújítása az mindig bevonza ezt a hatalmas szkepticizmust. Igen, hát az űrrepülésnél se volt másként, akkor tegyük hozzá, hogy a rakéta meghajtás, hogy tudnélik, az működik a vákumban, ami elég egyértelmű, mert hogy ez a hatás-ellenhatás elvéből tulajdonképpen következik. De ugye az embereknek nehezükre esett feldolgozni azt a dolgot, hogy amikor a rakétahajtómű megy, akkor ő nem támaszkodik semmire. Tehát, hogy ő nem azért megy, mert a kiáramló gáz az támaszkodik. Na ezen én is el szoktam gondolkodni egyébként, hogy ez hogy van. Vákumban miért megy a rakéta? Igen. Ugye? Na most igen, ez kizárólag ugye a impulzus megmaradás törvénye tulajdonképpen az egésznek a kulcsa, de érdekes, hogy annak ellenére, hogy ezeknek a törvényeit a 17. század óta ismerik, azért mégis tényleg embereknek még a 20. század legelején is egyébként egészen komoly kutatók is elkezdtek ilyesmi dolgokon problémázni, hogy olyan vákumban tud-e a rakéta, vagy tud-e bármi haladni a vákumban, tehát meghajtott dolog. Mert zuhanni nyilván tud, a bolygók is zuhannak, ugye? De hogy meghajtást lehet a vákumban csinálni, hát ugye ezt ugye fényesen bizonyították, de egyébként nagyon emlékezetes, ezt nem tudósok, hanem újságírók tették, de mondjuk tudományos újságíró, tehát az aranyos volt, hogy a New York Times-nak az egyik publicistája, amikor Robert Goddard, amerikai rakéta pionír, aki a 20-as években először épített folyékony hajtóanyagú rakétákat, akkor az ő munkásságáról írta egy ilyen ledorongoló recenziót tulajdonképpen a New York Times-ban, egy korabeli szaktekintély, hogy hát nagyon jó ez a Goddard, csak éppen a legalapvetőbb fizikai törvényekről feledkezik el, miszerint a rakéta nem tud semmire támaszkodni, és ezért az ember űrutazása lehetetlen. És aranyos volt, hogy 1969-ben, amikor Neil Armstrong leszárt a Holdon, tehát mit tudom én, 40 évvel később nagyjából, akkor a New York Times leközölt egy helyesbítést, hogy ezúton is elnézést kérnek, mert 40 évvel ezelőtt megalapozatlanul hangzott el az a kijelentés, most már elég bizonyíték gyülemlett fel, hogy az emberek és a rakéták vákumban való repülése lehetséges. Szóval ez vicces volt. Ez 1969-ben jött meg, mármint a helyesbítés. Hát sose késő. Persze a Robert Goddard ezt már nem érte meg. Hát ez egy, számomra ez egy optimista előképet vetít, hiszen itt sokat beszéltünk a térhajtó műről, és vakarjuk a fejünket, hogy ó, hát hogy fog ez megvalósulni. De hát látjuk, hogy nagy elmék gondolkodtak ennél sokkal egyszerűbb dolgokban, amikben nem hittek, úgyhogy szerintem ennek van valami optimista kicsengése. Amúgy egyébként az Ádámra visszatérve tényleg az lehet, amit te mondtál, hogy valószínűleg, hogy igen, hogy miért, hát nyilván ők is látták, hogy a madarak meg a bogarak repültek, csak hogy nem tudtak más meghajtást elképzelni, mint a gőzgépet. Most kiszámolták, hogy mekkora gőzgép kell ahhoz, hogy akkora sebességre fölgyorsítsanak valamit, hogy a felhajtó erő fel tudja emelni, és akkor biztos kijött nekik, hogy jó, nem lehet olyan nehéz gőzgépet csinálni. Hagyjuk azt tudják, rendben van. De nem tudom. Most is tudjuk azt, hogy mondjuk nem tudom, egy inter galaxisok közötti utazás az lehetetlen, vagy nagy távolságok megtétele lehetetlen, de el tudjuk azt képzelni, hogy majd mondjuk lesz egy térhajtómű, vagy hívják majd bárhogyan, és legyen bármilyen technológia, lehetséges lehet esetleg később a technikai fejlődésünk során rátalálnunk ennek válaszára, hogy hogyan lehetséges, akkor ők hogyan nem tudták el, tehát hogy lehetséges az, hogy az emberiség korai évszázadaira jellemző az, hogy nem tudták elképzelni azt, hogy majd erre is lesz megoldás, hiszen egyébként addig is ez történt, tehát addig is volt egy folyamatos fejlődés. Nekem erre egy társadalmi magyarázatom volna, hogy pontosan az, hogy begyorsul a fejlődés, az ugye azt hozza magával, hogy az ember ahhoz is hozzászokik, amit te mondasz, hogy most már mi tökre hozzá vagyunk szokva, hogy évente jelennek meg például új kütyük, amiket néhány évvel el se tudtunk képzelni. Most a 16.-17. századig az emberek úgy éltek, hogy mondjuk
jó, ha egy generációban megjelent egy újítás, a középkorban meg úgy éltek, hogy generációkon keresztül nem jelentek meg ilyen technikai újítások. És pont a 20. század, és pont a 19.-20. század az a határ, amikor tényleg már az van, hogy például a 20. században az már látszik, hogy már időseknek már meg kell tanulnia újra az internetet, mert már annyira megváltozott az élet, ami kiskorukban még nem volt, most már minden tök más, és akkor ez így még nekik nehéz. A mostani gyerekeknek, amik már a mi generációnknak, ezeknek vannak betűk, nem tudom, mi vagyunk, mi Y generációsoknak, X, mindegy, valami az ABC végén. X vagyunk, azt hiszem. Amúgy ez eléggé rossz profécia, hogy ez már az ABC-nek a vége, nem? Tehát a kisgyerekünk az már a Z-generáció. Így van, így van. Na mindegy, ez már a világégét vetíti előre. Excel táblázatban két betűt kell majd alkalmazni. Ja, reméljük, jön az AA. Na szóval, hogy az van, hogy szerintem nem tudták elképzelni, hogy másképp van, mert nem voltak hozzászoktatva. Tehát maga az ipari forradalom egyre begyorsította a dolgokat, és aztán pont amikor már megvan az életedből az a tapasztalat, hogy megjelennek olyan dolgok, amikről azt hitted, hogy nem lehetnek, akkor már utána már könnyebben elfogadod ezt is, amit mondasz. Mi már jobban el tudjuk lehet, hogy 50 év múlva kitalálnak egy térhajtó művet, és akkor mi van? Tehát most már nekünk más az attitűdünk, mint akkor egy statikusabb világban voltak az emberek. Én maga a tudományos módszertan is a 17. század kezdte bontogatni a szárnyait itt Newtonnak a Principia Mathematica, amikor megjelent. Talán ott volt az első olyan megközelítés, hogy alkossunk egy modellt, egy matematikai modellt a világról, és annak a jóságát vizsgáljuk meg később. Azelőtt sokkal jobban ilyen filozófikusabb, ilyen bölcseletibb volt a dolgoknak a megközelítése, és nem volt ilyen szerteágazó, mondjuk a természettudományok sem, meg a tudományos módszertan sem ilyen volt, és szerintem a 18.-19. században is elkezdett kinyílni a világ, de még nem tudtak elképzelni olyan dolgokat, amiket utána 50 vagy 100 évvel később természetesnek tartunk. Sokan mégis bemondtak nagyon durva dolgokat. Egyébként ez szerintetek visszavezethető arra, vagy eredetethető abból, hogy azért, ha hosszú távon nézzük a történelmet, akkor azért sok őrült dolog, vagy őrült állítás igazolódott be azért végül, és hogy néhányan esetleg így bemondtak olyat, amit... Na, ezt én egyébként becsülöm is, tehát hogyha van ilyen gambling, tehát hogyha mondjuk a Lord Kelvin mondjuk lazasságból azt mondja, hogy nincs ilyen, figyelj, ez nem lesz ilyen, én ezt is becsülöm. Tehát ez egy attitűd, ez egy lazaság. Szóval matematikai modellek azért azok is félrevihetnek sokszor, például akkor, ha mondjuk megnézzük azt, hogy mekkora a nap, és azt feltételezzük, hogy hát de mitől ég, hát mitől éghetne mástól, mint a széntől, ami viszont mondjuk hamarosan elfogy. Tehát, hogy így ez például mennyire lehetséges. Vegyük először azt a részét ennek az állításnak, és akkor majd mindjárt a hallgatók is megértik, hogy miről van szó, hogy valójában az mennyire életszerű, hogy ja, egyébként így most jöttünk rá, de már úgy mindjárt végünk. Tehát, hogy így, tehát így pont a finishben. Ez nagyon jó ez, amit felvetettél. Ráadásul kapcsolódik az előzőhöz is, mert ugye azt mondta Csaba, hogy a filozófia tárgykörébe tartozott a tudomány még a Newtonig, és egy kicsit utána is, mert például Immanuel Kant, német filozófus, sokat gondolkozott ezen a napos dolgon, amit te mondasz. És számolt is, tehát akkoriban a filozófusok még tudtak számolni, a fizika még nem rohant el annyira, hogy nem vált még annyira szét a fizika meg a filozófia, akkoriban kezdett szétválni. És ez a Kant... Például ő volt az egyik, aki ezzel foglalkozgatott, hogy azt mondja, akkor már tudták nagyon jól, hogy mekkora a napnak a tömege, csillagászoknak köszönhetően, meg egyébként az átmérőjét is tudták. De az átmérőjét, azt elég jól tudták, elég pontosan, azt mondták, hogy 1,5 millió kilométer az átmérője, hát ez igaz. Na most az ipari forradalom korszaka, hát mi mástól világítana a nap? Hát mondjuk, igen, ahogy mondod, a legnagyobb fűtőértékű szén. Számoljuk ki, hogy van egy 1,5 millió kilométer átmérőjű gömb, ami a legjobb minőségű szénből van. Mennyi idő alatt ég el? És akkor ebből kijön
kőszén, első, nyilván most ilyen a részletektől tekintsünk el, hogy az égéshez kell oxigén, meg minden, hát kb. Akkoriban itt tartott a dolog, egyébként az ókori görögök óta, ahol ugye a négy alapvető elem egyike a tűz, tehát nyilván a napvilágít, tűz, oké, tűz, tehát a nap az ég, mitől ég, széntől ég, hát mert mondjuk annak jó a fűtőértéke, annál jobbat úgyse ismerünk. Kijön, hogy a 1,5 millió kilométer átmérőjű széngolyó, az 25 ezer év alatt elég. Ezt a Kant is ki tudta számolni, és akkor, de ez akkoriban még nem keltett akkora megrökönyödést, hiszen ne felejtsük el, hogy ez még a darwini evolúció előtt van. Tehát amikor, ugye a Kant az egy 18. századi muksó volt, tehát a 19. század legelején halt meg, tehát hogy ezeket a kijelentéseket az 1700-as évek közepe táján tette. És hát akkor ugye az, hogy 25 ezer év, hát ja, 25 ezer évig ég a nap, na bum, oké, ez van. Most az akkori teológia azt mondta, hogy az egész özönvizestől, mindenestől a világ teremtése az úgy kb. 6000 évvel ezelőtt volt. Ugye idén van a Héber naptár, a zsidó naptár most is ezt követi, tehát idén van például 5779. Tehát mostanság van a hagyomány szerinti világ teremtésének az 5779. éve. Tehát ebben a 25 ezer évig elégő szén tökéletesen belefér. Nem volt ezzel semmi gond. Ja. Annyira, hogy egyébként ez valójában meg is jelent az irodalomban, ez ilyen általánosan elterjedt dolog volt. Például ugye Madács ember tragédiája, napokban volt az irodalom érettségi, na nem ez volt a tétel, csak hogy most akkor kapcsolódjunk mégiscsak, kedves gyerekek, ugye ott van a Falanszter jelenetben az egyik tudós azt mondja, hogy az, hogy a 4000 év után a nap kihűl, növényeket nem szül többé e föld. Tehát, hogy ugye ez mikor? 1883-ban írta Madács az ember tragédiáját, tehát azt mondja, hogy akkor, hogy hát 4000 éven belül a nap kialszik. Mert hogy ez mindebből a szénes dumából jön ki. Hát ja, na most persze Kantot kérdezték, hogy jó, de hát akkor ez nem kevés. Hát akkor már jó, lehet, hogy kevés, de erre is volt dumája. Azt mondta, hogy ráesnek a meteoritok meg üstökösök a napra, és akkor azok fölmelegítik. És akkor így akár 100 000 évig is elmehet. Na, 100 000 év, hát az már sok. Már senki nem volt baja a 100 000 évvel, amíg nem jöttek a paleontológusok. Mert hogy azok meg azt állították, hogy tessék, előkerültek ilyen lények a föld alól, mint az iguanodon, meg jött ez a Darwin gyerek az evolúcióval, és akkor hát akkor valami ilyesmit tippeltek, hogy itt bizony 100 millió éves időskáláról lehet szó. És akkoriban az evolúció ellen ez volt az egyik legfontosabb érv, hogy de hát hülyeség, hiszen mindenki tudja, hogy a nap az maximum 100 000 éve létezhet, hiszen ezt a Kant is megmondta. Na, egyébként akkor most itt holdpályára jutott, mert az evolúciósoknak még nem voltak igazi kor meghatározó módszereik, ugye? Mert ahhoz az izotóp technikát meg kellett várni, hogy tényleg egy kövületről konkrétan megmond, hogy hány millió évvel ezelőtt, ők csak így relatíve tudták korozni, hogy melyik réteg van melyiknél mélyebben, azt tudták, de ez konkrétan milyen kor időskálának felel meg, azt ugye a 20. századig nem tudták belőni. Úgyhogy azt mondták, hogy akkor biztos nem éltek 100 millió éve ezek az állatok, hogyha 100 000 éves lehet maximum a nap. És aztán érdekes, jöttek a csillagászok, pont a csillagászok mondták meg, hogy mégis, hogy amit a Kant mond, az hülyeség, mert hogy kiszámoltak, hogy oké, de hogyha tényleg ezek a meteoritok üstökösök folyamatosan esnének rá a napra, akkor azért annyi idő alatt, amennyi ideje már van megfigyelő csillagászat, akkor évi szinten olyan mértékben kellene növekednie a nap tömegének ahhoz, hogy a hőmérsékletet konstansan tudja tartani, amit már lehetne mérni. Hiszen például a Föld pályáját az határozza meg egyrészt, hogy a napnak mennyi a tömege. Hogyha a nap tömege folyamatosan nő, akkor a Föld pályája is nyilván egy egyre közelebbi pálya lenne, amit viszont igencsak észrevennénk. Senki ilyesmi nem vett részt az eltelt évszázadokban, tehát maguk a csillagászok cáfolták meg azt, hogy ez hülyeség, amit a Kant mond. Na, és akkor itt egy sokáig megrekedt a dolog.
egészen addig jött a következő, azt mondja, a gáztörvény, azt tudták már a 18. században, hogyha összenyomsz egy gázt, akkor fölmelegszik. Jó, hát ez így működött a gőzgép, persze, hogy tudták. És akkor, jó, oké, gravitációs összehúzódás, a nap az nehéz, saját súly alatt összenyomódik, emiatt felmelegszik a belseje. Ez amúgy igaz is. Ez amúgy igaz is, és azt kiszámolták, hogy ha az átmérő 1000 évente csak 1/10-nyit csökken ilyen összehúzódás miatt, az ugye nem sok, azt úgy szemre nem vennénk észre, hogy egyre kisebb a nap, de hogyha 1000 évente csak 1/10 résznyit összemegy a nap, az már elég lenne ahhoz, hogy tartsa a szokásos, akkor már tudták, hogy 6000 fokos felszíni hőmérsékletét azt tartsa. De hát akkor az még mindig 100 millió év. De akkor most már ez volt az első pont, amikor azt mondták, hogy oké, most már az evolúciósoknak lehet igazuk, mert most már tudtak olyan fizikai magyarázatot adni, hogy egy 100 millió éves nap is belefért. Úgyhogy így jutottunk el 1925-ig, de aztán megint baj lett, mert a geográfusok, geológusok közben már elkezdtek milliárd éves földről beszélni, na akkor már megint baj van, de aztán a 20-as években végül rájöttek a megoldásra. Először az Eddington javasolta, hogy az valahogy ennek az atommagokhoz kell, hogy közel legyen, és aztán később a magfúziót magát is fölfedezték, és akkor az már a végállomás. Most már tudni véljük, most ugye lehet, hogy majd egyszer ezen is rögni fognak, de most azt mondjuk, hogy most nagyon tudjuk már azt, hogy mitől világít a nap. És mi is akarunk ilyet a Földön, tehát rendületlenül folyik ezeknek a fúziós reaktoroknak a fejlesztése. Mindig felbukkan egy-egy hír ezekről, hogy most éppen hogy áll, de valahogy csak nem akar ez stabil üzemben. Miklós, mi a jelenlegi álláspont? Hát mindig az, hogy mindig 30 év múlva lesz kész. De már ezt halljuk ugye a 80-as évek óta. Szóval igen. Ez ilyen konstans jövőkép. Ja, de azt persze tudjuk, hogy de ezt lehet csinálni, csak nem effektív. Ugye ezt mondott te is. Tehát működik a magfúzió, csak ugye jelenleg még nem a világ összes energiáját belefektetjük. Ja. Igen, és szóval figyeljétek ezt a csodálatos átkötést, és hogyha ugye energia, azt el kell vezetni, és ha el kell vezetni, az építeni kell. Építeni kell csatornákat, amiket nem csak energia elvezetésére használhatunk, hanem mondjuk jelenthet valamit, ha csatornákat látunk mondjuk egy bolygó felszínén, mondjuk akár a Marson. Hogy is volt ez? Azt a micsoda átkötés. Azért emlékezzünk meg erről a médiatörténeti jelentőségűről. Ez nagyon ott volt. Ja igen, Mars csatornák, igaz? Aha. Mit hallottatok róla? Csatorna a Marson. Hát én egy cikket olvastam, hogy sokáig csatornákat látni véltek a Marson, és akkoriban ez egy ilyen buzzword volt a csatorna, hogy mindenütt a csatornákat vélték felfedezni. A csatorna szó az egyet jelentett a jövővel, az valami olyan mérnöki konstrukció, ami itt a Földön is nagyon divatos volt. De hát, hogyha a Marson, hát akkor ott biztos volt valami, vagy van valami civilizáció. Ja, igen, mert ez ugye az a történelmi korszak, amikor a nagy gigaépítkezések zajlottak, például ugye a Suezi csatorna, igaz? Igen. Óriási buli, végre nem kellett megkerülni Afrikát. Tehát a 19. század és a gőzgép az végre lehetővé tette, hogy megépítsenek ilyen grandiózus dolgokat. Például egy kontinens keresztül vágsz egy csatornával. Érdekes, hogy ezek az ilyen előrejóslások a 19. század végében kezdtek így kibontakozni, tehát onnan jön ez a legtöbb ilyen félre siklás. Hát igen, minden onnan jön, de a jó dolgok is onnan jönnek, ne húzzuk le őket. Ja, aztán itt volt. Igen, de sok minden volt. Ugye akkoriban épült a Korintuszi csatorna is, igaz? Az pont egy magyar Tűr István tervezte, aki építész is volt, meg szabadságharcos, aztán emigráns volt ennek megfelelően. Aztán a Panama csatornát is megcsinálták nem sokkal később. Szóval nagy csatorna őrületben. De hogy a viharban láttak a Mars felszínén csatornákat? Hát az a vicc az egészben, hogy ez egy... Egyrészt ugye az van, hogy a Mars az ugye pici, vagyis sokkal, sokkal kisebb, mint amilyen messze van, tehát ez azt jelenti, hogy hát ránézel a távcsőre. Kurva szarul látszik. Kurva szarul látszik, és valójában
Nehéz, nem lehet, még a legjobb földi távcsövekkel sem, rá, tegyük hozzá gyorsan, hogy itt a 19. század végén még jellemzően lencsés távcsövekről beszélünk, nem tükrös távcsövekről. Ennek egyébként a csatornák szempontjából is szerintem van jelentősége. Szóval, hogy... Bocsáss meg, itt zárójelbe tegyük itt, hogy összetett foglalni, hogy mi a különbség a kettő. Igen, a lencsés távcsőben lencsék vannak, mint a szemüvegben. Annak az a hátránya, hogy ugye, amikor keresztül nézel rajta, akkor két dolog történik. Egyrészt ugyanúgy, mint a prizmánál, ugye szétesik a szivárvány különböző színeire, tehát meg ilyen leképzési hibák jelentkeznek az úgynevezett diffrakció miatt, és vagy disperzió miatt akarom mondani, és a másik pedig hát az, hogy egyszerűen keresztül nézni egy üveglemezen, az csökkenti a fényerőt. Tehát amikor keresztül kukucskálsz egy lencsén, főleg akkor, ha egy nagyon jó lencsét akarsz csinálni, akkor az egy erősen fókuszáló lencse, akkor az viszont vastag. Akkor neked egy vastag üvegen kell keresztül nézni, hiába az üveg az tök jól átlátszó, de hát azért vannak ezzel bajok. Arról nem is beszélve, hogy ilyen hőmérsékleti, hőigadozásoknak is nagyon ki vannak téve ezek a lencsés távcsövek, viszont ezeket nagyon jól tudták építeni már akkoriban, mert ezt ugye már a 17. század óta nagy tapasztalatuk volt az embereknek, aztán divatba jöttek a tükrös távcsövek, amik gömbtükröt használtak az optikai leképzéshez, vagy nem gömb, hanem parabolai tükröket, de igazából mindegy is. Itt viszont már nem ment, ugye tükör, tehát itt nem megy keresztül egy ilyen üveg valamin a fény, és akkor emiatt jellemzően jobb képeket lehetett csinálni, úgyhogy a csillagászok gyorsan át is szoktak a 20. század első negyedére már mindenki átszokott kb. A tükrös távcsövekre. Tehát a távcsöves, bocsáss meg, a távcsöves történelem, akkor az úgy néz ki, hogy először voltak a lencsés távcsövek, aztán utána voltak a tükrös távcsövek, és most ugye már CCD érzékelők vannak beépítve, ugye most már más. A tükrös távcsövekbe. Mm-hmm. Most is, tehát például a Hubble űrtávcső az egy kutya közönséges, mit tudom én, Cassegrain szerelésű tükrös távcső. És rá is kellett adni egy szemüveget, azt azért tegyük hozzá. Ja igen, a végén egy korrekciós lencsét rá kellett rakni, de az már amiatt volt, mert ugye elbénázták eredetileg. Így az már is egy érdekes volt, sztori. Már csak távolról tud olvasni. Térjük vissza akkor az eredeti témához. Na, igen. Ja, tényleg egyébként ebben sose gondoltam bele, várjatok, hogy a Hubble az azért volt távollátó, mert igazából kémműholdnak tervezték, hogy a Földet nézze, csak aztán rájöttek, hogy űrtávcsőnek kell, és akkor... Na jó, mindegy, ez egy összeesküvés elmélet egyébként, amit most mondok, de erről majd máskor beszélünk. A lényeg az, hogy a lencsés távcsövekkel belekucskucskáltak, és ezt a maszatot, ami a Mars, azt próbálták megnézni, mi van rajta. Hát nagyon kevés felszíni alakzatot lehetett látni, de ugye az emberi szemnek van egy ilyen tulajdonsága, meg az emberi elmének inkább, hogy amikor foltokat lát, akkor megpróbálja azt így vonalakkal összekötni. Tehát, hogyha... És ugye ezért aztán elkezdtek az olaszok ilyesmiket. Ugye érdekes, hogy egy Zecchi nevű olasz csillagász volt az, aki 1858-ban egy jezsuita szerzetes egyébként először írta le, hogy ő ilyeneket lát a Marson, amire azt mondta, hogy canali, ami azt jelenti olaszul, hogy csatornák, de csak abban az értelemben, ahogy mondjuk természetes csatornákra is mondod. Hogy Magyarországon nem is tudom, hogy van-e ilyen. Van földrajzi ismereteitek szerint létezik ilyen, hogy természetes csatorna? Magyarul? Tehát mondunk ilyet? Én nem. Össze vagyok zavarodva egy kicsit. Na mindegy, de a channel lenne ez angolul, mert ez, hogyha ezt a kanálit ezt lefordítod olaszul, olaszról angolra, akkor ez lenne a channels, ami akár lehet egy természetes képződmény is. Viszont ők úgy fordították le, egy fordítási hiba miatt, úgy fordították le angolra a Zecchinek a cikkét, hogy canals. A kanálit canalnek fordították, ami viszont tényleg explicite csak a kanálist jelenteti, kizárólag a mesterséges építményt, és akkor így a fordítási hiba is rásegített a dologra, persze nem csak egyedül, és akkor nagyon lelkesen terjedt az angolul beszélő világban, hogy az olaszok mesterséges csatornákat. Tehát nem az a természetes, hanem hogy csíkokat, vagy ilyen mesterséges csatornákat láttak a Marson. Aztán egy másik olasz vitte ezt tökélyre, a Schiaparelli 1877-ben, ő nagyon durva csatorna rendszereket tudott ott lerajzolni már, és akkor Amerikában meg volt egy nagyon belelkesedő üzletember, Percival Lowell,
aki meg aki aztán a fő grundolója volt a Mars csatornák utáni kutatásnak, és létrehozta az Egyesült Államok, meg hát lehet, hogy a világ akkori legnagyobb távcsövét az arizonai Flagstaffban, amit most is a nevét viseli, a Lovell csillagvizsgálót, ahol egyébként később a Plutót felfedezték, és ennek az egyik legfőbb célja Lovellnek és az ő általa finanszírozott grundolt kutatási programnak, az pontosan a Mars csatornáknak a feltárása volt. Egyre nagyobb, iszonyatosan nagy lencsés távcsövek, tehát ezek a távcsővilág dinoszauruszai tényleg, iszonyatosan nagy távcsövek, és nagyon részletes Mars csatorna térképek készültek. Egyébként ugye ebben a csillagvizsgálóban fedezte fel aztán gyakornokként Clyde Tombaugh a Plutót. Persze a Lovellnek az egyik célja az volt a pénzügyileg, meg filantrópiai célja, hogy egyrészt felfedezze itt a Mars csatornákat, másrészt, hogy találja meg a 9. bolygót, és az ő életében nem sikerült, mert a Lovell az 16-ban meghalt, de aztán Clyde Tombaugh 30-ban felfedezte a Plutót, és az pont azért lett Plutó, figyeljétek, mert a Plut többek között, mert a Plutó első két betűje a PL, az Percival Lowell monogramját rejti. Bizony. Aj, szóval, azt hittem, az a Walt Disney kutya. Az meg a másik. Köze lenne hozzá. De van köze annak. Van? Is, igen, mert akkor megnyugodtam. Kislánya, ugye? Valami, én nem tudom, az is, én valami újra emlék, hogy valami gyerek javasolta, lehet, hogy a kislánya, de lehet, hogy valami pályázatot írtak ki, hogy el kéne nevezni a bolygót, és akkor a Disney karakter, ami akkor már megvolt, tehát tényleg 1930-ban már létezett a Plutó kutya, mint Disney karakter, szóval lehet, hogy volt köze hozzá, figyeljetek, nem tudom. De a lényeg az, hogy nagyon részletes most... Nem tudok elég nagy hülyeséget mondani, akárhogy is nagy hülyeségeket csak nagy emberek tudnak. Akkorát nem tudok mondani, mint a legnagyobb tudósok. A Plutót, még egyszer, mikor fedezték fel a Plutót? 1930-ban. A Plutó Disney figura 38-ban mutatott. Ó, hát akkor ez egy városi legenda. Nagy emberek, hát nagy emberek mondanak néha téves dolgokat ebből is. Látszik pont amit most Csabi. Aj, igen. Korai volt az öröm. Elbíztam magamat. Na, ma is tanultunk valamit, de a PL, a Percival Lowell, az tuti, mert azt én a Clyde Tombaugh-nak a saját könyvében olvastam, amit a Plutó felfedezéséről írt. Viszont egyébként azt nem tartom kizártnak, de ezt nem tudom, hogy esetleg Disney-eket viszont a névválasztásban valószínűleg szerintem biztos, hogy van köze. Tehát, hogy van köze a Plutó bolygónak, vagy hát most már nem... Hát a kutyákat mindig valami nagy dologról nevezik el, Rex meg Cézár, akkor egy bolygóról is elnevezhetik. Igen, mert nagyon büszkék voltak az amerikaiak erre, hogy a Plutó az amerikai bolygó. Tehát, hogy azt ők fedezték föl. Ugye az amerikaiak már nagyon bepörögtek a 20. század elején, ugye az emlegetett Wright fivérek, ők is amerikaiak voltak, egyébként, Plutót is ők fedezték föl. Bocsánat. Ennyi. Mert egy ilyen tök lényegtelen dolgot akartam csak mondani, hogy csak ha már ide kapcsolódik, hogy egyébként az urbán legenc a Goofy és a Plutónak a viszonyáról, hogy valójában testvérek, csak a Plutó az még gépésebb, mint a Goofy, és még beszélni sem tud. Tehát, hogy ezért kutya, mert hogy ugye a Goofy is kutya, tehát akinek esetleg ez nem tűnt volna föl, hát mindegy, erről ennyit. Szóval Mars csatornák. Van még erről valami, amit el tudunk mondani, mert itt nagyon-nagyon elcsapongtunk. Szerintem ennyi, hogy ebben nagyon masszívan annyira hittek a Mars csatornákban, hogy mindenki kb. Készpénznek vette, hogy a Marson van civilizáció, olyannyira, innen, hogy amikor... Minden hír... a Mars. Igen. Amikor... Hát jönnek onnan, bocsáss meg, hogy jönnek onnan az idegenek, megtámadják a Földet, ez sok korabeli science fiction regény, meg kezdeti filmeknek a története, meg hát mai napig tartja magát azért ez a... Nyilván most már csak vízből, de hogy... Igen, például a Világok harca című, ugye emlékeztek, amikor Orson Welles-nek az H.G. Wells regényéből készített rádiójátékát leadták, akkor micsoda hisztéria volt abból. Igen, azok a Marsról jöttek? De ez állítólag ez is csak urbán legend. Ah. Valójában azt mondják, hát persze nem voltam ott, nem tudom, én is csak így az internetről, meg különböző dokumentumfilmekről tájékozódom, de hogy egyébként azt mondják, hogy egyébként ez csak egy ilyen urban legend, nem volt akkora hiszti, mint akkora, de sokan hitték el, de hát ez most körülbelül olyan, mint Esmeralda szemműtéte, meg nem. Szerintem nem lövünk mellé, hogyha azt mondjuk, hogy nagyon sokan elhihették, hiszen azok a média formátumok, azok még nem voltak annyira
kitaposva, és nem voltak annyira lehasználva, mint manapság. Tehát amit ott bemondanak, az úgy is van. Hát még ma is. Annak ellenére, többsége... ugye, hogy adás közben elvileg ugye többször is bemondták, hogy egy rádiójátékot hallanak, de igen. Na, igen. Ja. Na figyeljetek, még azt akartam mondani még erről, hogy, a 20. század elején volt egy valamelyik tudományos akadémia, ki, vagy valami neves szervezet, nem emlékszem, de kiírt egy nemzetközi pályázatot, hogy az kap meg a nem tudom mekkora pénzt, aki először bizonyíthatóan kapcsolatba lép földön kívüli lényekkel, de a Marsot kizárták, mert hogy az túl könnyű lett volna, mert annyira biztosak voltak, hogy a Mars lakók azok itt vannak, hogy az túl könnyű lenne Mars lakókkal beszélgetni, hát az nem kunszt, úgyhogy rögtön a pályázat kiírás feltételei között szerepelt, hogy Mars lakók nem számítanak. Mert hát... Seti like this. És mi még pesszimisták voltunk a kapcsolatfelvétel napján. Na ja. Hát de... Mondd. Hát igen, akkoriban még mást jelentett úrrá optimistának lenni, 19. század, 20. század fordulóján úgy tűnt, hogy mindent tudunk, minden elérhető, és hát dübörög az egész. Az egész világ, meg minden, a tudomány. Na hát aztán azóta kicsit visszavettek az arcukból a kollégák. Az egyik... És dübörög az atomenergia is? Mert hát? Egyik legismertebb már popkulturális személyiség is, Einstein is tévedett. Sokszor, de most ugye arra gondolunk, amikor 32-ben azt mondta, hogy például ő is, mások is, nukleáris energiának a felhasználása az, mármint úgy, hogy energiaforrásként az egy tévképzet. Hogy valami ilyesmit mondott. Ha valamelyikötök tud valami pontosabb idézetet, akkor... Én azt hiszem, hogy valahogy úgy mondta, hogy ő nem tudná elképzelni azt, hogy ez mind energiaforrás valaha is létezzen. Így van. És hogy ez fantazmagória. Valaki, valamelyik nagy ilyen... Egyébként akik az atomok felfedezésében élen jártak akkoriban, tehát például a Rutherford maga is, akinek ugye az atommodellt köszönhetjük lényegében, vagy hát többé-kevésbé. Szóval, hogy ő maga sem hitte, meg hát sokan az első generáció nagy fizikusaiból, akik az atomok világát úgy felfedezgették, nem hitték, hogy ezt az energiát ki lehet szabadítani. De lehet, hogy volt bennük egy félelem az atombomba miatt is, tehát, hogy volt ennek egy olyan oldala, hogy ezt nem csak ilyesmire lehet használni, és be is bizonyosodott, hogy nem. De volt ilyen aspektus egyébként, de 32-ben tette Einstein ezt a kijelentést, ez azért fontos, mert az még az még Hitler hatalomra jutása előtt volt, és ugye valóban nem látszott arra mód, hogy persze ezt tudták, hogy óriási energiák tartják egybe az atommagot, na de hogy ezt hogy lehet kiszedni, úgyhogy az energiát is termeljen. Azt már lehetett tudni, vagy lehetett sejteni, és aztán egy-két évvel később kísérletileg be is mutatták, hogy valóban elég nagy energiájú bombázással, mondjuk neutronok bombázásával egy atommagot szét lehet szedni, és akkor két másik atommagot lehet belőle létrehozni. Igaz? Tehát, hogy ugye, mert hogy egy atommagra, nagy atommagot széthasítasz, ugye akkor keletkezik két másik atommag, ami két másik elem. Na most ez az, amit az alkimisták mindig is akartak a középkorban, ugye, hogy egyik elemet átalakítani a másik elemmé, csak ez sohasem sikerült, mert ez akkora energiát igényel. Tehát nem, hogy energiát termel, hanem egyszerűen annyi energia kell ahhoz, hogy egy atommagot szétszedjél, hogy az szinte, hogy pont ez az, hogy azt az energiát azt nem kinyered, hanem befektetni kell. És ez ezért az egyet ez... mondok, kettő lesz belőle, részecske fizikai megnyilvánulása az atom széthasítás. Igen, tehát ahhoz, hogy egyáltalán elkezdessenek arról gondolkozni, hogy az energiát tudna termelni, hogy megforduljon ez az energiamérleg, ahhoz ugye az kellett, amit aztán a Szilárd Leó fedezett föl, meg nyilván mások is tőle függetlenül, pont a 33 környékén Londonban, ugye amikor elvileg Szilárd Leó Londonban sétálgatott, és egyszer pirosról zöldre váltott az egyik lámpa, vagy Londonban Don't Walk-ról Walk-ra váltott a lámpa, nem is tudom, és akkor hirtelen potty az agyában megjelent a láncreakció gondolata. Tehát, hogyha egy atom széthasad két magra, de azok is széthasadnak 2, 2, 2, 2, stb. Magra, akkor 2, 4, 8, 16, 32, stb. Tehát hirtelen 1024, blablabla,
tehát egy szétágazó családfája jelenik meg az atomoknak, és tehát hogyha eléggé, hogy sikerül egy lavinaszerű láncreakciót lehet beindítani, ami végül energiát tud termelni, mert szétrobbantja az egész anyagdarabot. De ugye ehhez az kellett, hogy egy ilyen úgynevezett önfenntartó láncreakciót meg lehessen csinálni. Ebben voltak Einsteinék meg a többiek nagyon sokáig nagyon szkeptikusak. De aztán, amikor kiderült, hogy ilyet tényleg lehet csinálni, és ráadásul ezt a németek kísérletei alapján, amit már Hitler alatt német kémikusok csináltak meg, és publikáltak még a 30-as években, az Otto Hahn és Strassmannnak a kísérleteiből már lehetett tudni, hogy itten bizony fennáll ennek az esélye, és lehet csinálni talán egy nukleáris láncreakciót, onnantól megfordult az attitűdjük, és pont az lett, amit te mondasz, hogy elkezdtek aggódni a felhasználástól, olyannyira, hogy maga Einstein írta alá, és ugye egyébként Szilárd Leó fogalmazta azt a levelet, amit a Roosevelt elnöknek küldtek 1939-ben, amire felhívják azt a lehetőségre a figyelmet, hogy itt bizony ezt az energiafelszabadítás módja, ez a küszöbön áll, és a németek is nyilván gőzerővel dolgoznak ezen, és hát ez veszélyes, mert itt óriási bombákat lehet akár csinálni. Ez 1939. És aztán ebből lett az amerikai atombomba program. Tehát ez az Einstein levél, amit Roosevelt elnöknek odaadtak, ez indította el az egészet. Most ez a 39, az előző kijelentése Einsteinnek az 32. Tehát látjuk, hogy ez alatt a 7 év alatt azért mennyi minden történt. A tudományban is, a politikában is, és hát ugye nyilván az Einstein fejében is. De ez megint a tudomány önkorrekciós mechanizmusa. Tehát látjátok, jönnek az új kísérleti eredmények, ugyanaz az ember tökéletesen meggondolja magát néhány év alatt, és ez teljesen oké. Nem az a cikib, amikor úgy halsz meg, hogy utána cáfolnak rád, nem? Hogy abban a tudatban halsz meg, hogy te vagy a király, aztán utána halsz, és valaki, aki meg hát azt mondja, hogy hát nem, tehát sorry. Igen, ez most megnéztem a szegény Kelvint, akit emlegettünk a Wright fivérek kapcsán, hogy ő 1907-ben halt meg, tehát ő frankon megérte öregkorában, hogy meg a röntgent is megérte. Igen, mert azt nem is mondjuk, hogy a Kelvin azt is mondta, hogy a röntgen sugárzás is valami humbug, és hogy ilyen nincs. Igen, de azt beismerte utána, vagyis hogy elolvasta a publicisztikát, megnézte a kísérleti eredményeket, és leemelte a kalapját, és azt mondta, hogy sorry srácok, tényleg igazatok volt. Na, hát egy igazi gentleman, igen. Lassan a műsorunk végéhez értünk, de hát még mindenképpen érdemes, hát meg aztán igazából meg annyi napokig, órákig beszélgethetnénk az ilyen tudományos blamákról, de van még azért, amit érdemes megemlíteni, a 70-es éveket, ami fantasztikus táptalaja volt a különböző tudományos előrejelzéseknek. Igen, kedves hallgatók, egy nagyon jó cikket ajánlok nektek, ami Ronald Bailey munkáján alapul. Ez még nem az a cikk, amit ajánlok, bár ezt is. Ő neki a munkája volt a 2000-es években összeszedni az 1970-es években tett jóslatokat, azaz az első föld napja körül tett ilyen különböző, nagyon pessimista predikciókat. És ez a 2000, ez azért egy nagy kunszt, mert az akkori jóslások a nagy többsége már azt jósolta, hogy akkor emberiség már jóformán nem lesz, vagyis hát annyi borzasztó civilizáció elsöprő erő fog majd megjelenni, hogy csoda lesz, hogyha a 2000-es években valaki él. Ehhez képest ugye sokkal jobban alakultak a dolgok, de ezt a összegzést, ezt a jó hagyományt most folytatta egy bizonyos Mark J. Perry, aki a Föld napjának a 48. évfordulóján szintén sorra vette ezeket a állításokat, és csinált egy ilyen reality checket is, tehát ez a legjobb a cikkben, hogy sorba azt is átveszi, hogy mi az, amiben volt igazság, és mennyi. Én viszont ezt szándékosan nem olvastam el, hogy mi most itt együtt saját kútfőből értékeljük ezeket a pesszimista jóslatokat. Ugye 18 pontban összegzi, hogy mik voltak a legdurvább dolgok. Én most ezt nem fogom mind ismertetni. Egyébként ennek az éllovasa volt egy bizonyos Paul Ehrlich, egy biológus. Volt egy ugyanilyen nevű 19. századi orvos is, aki a fehér vérsejteket kategorizálta, de ez egy másik ember.
ő olyanokat mondott, hogy hát gyakorlatilag a 70-es évektől számítva az emberiségnek olyan 15-30 éve van már csak. Itt különböző tényezőkkel kell számolni. Az egyik ugye a szennyezés, már a következő évtizedre azt jósolták, hogy a nagyvárosok azok gyakorlatilag élhetetlenek lesznek, és nem úgy, mint most, hanem úgy, hogy konkrétan gázmaszkokban kell majd az embereknek közlekedniük. Ami talán a legnagyobb ilyen riadalomkeltő jóslat volt, az az, hogy hatalmas éhínségek fognak kitörni, tehát az élelmiszer termelés és elosztás az nem fogja tudni lekövetni azt a populáció növekedést, ami be fog következni a 70-es évektől számított közeljövőben, és ezt így szépen le is vezették, hogy először Indiából indul majd a nagy éhínség, és akkor majd legvégül elér Nyugat-Európába és Amerikába is. Nem is csodálom egyébként mindezek után, hogy kifogy a szén a napból, tehát. És ha már említetted, hogy kifogy a szén, az is egy valószínű forgatókönyv volt, hogy azok az erőforrások, amire támaszkodunk, azok egyszerűen ki fognak fogyni. Kőolaj, szén, nyoma sem lesz a 2000-es évekre, és eltűnnek a különböző nehéz fémek, színes fémek, amiknek a felhasználása szintén jelentős, egyszerűen nem lesz. Ilyeneket egyébként még én hallgatókoromban is hallottam, amikor a 2000-es évek közepén elhangzottak, hogy hát igen, kőolaj készleteink azok olyan 20, maximum 50 évre elegendőek, ma már ezt mosolyogva megcáfolják, hogy az sohasem fog elfogyni, persze ez se igaz, de azért megdöbbentő, hogy erre mennyire nem látunk rá. És persze voltak az állatvilágra vonatkozó károgások is, méghozzá az, hogy a 75-80%-át 25 éven belül, szintén a 70-es évekhez képest az élővilágnak teljesen ki fogjuk pusztítani, és van itt globális lehűlés is, 1990-re 4 fokkal fog csökkenni a teljes hőmérséklet, 2000-es évek közepére pedig 11 fokkal lesz hidegebb a Földön, mint azelőtt. Tehát ezeket jósolták akkoriban, és szerencsére nem lett teljesen igazuk. Itt a végén meg is vagy szólítva, Miklós. Tehát mi az igazság? Hát nagyon jó pofa, hogy tényleg a 70-es években ment ez a global cooling, hisztéria egy kicsit, és komoly kormányprogramok jelentkeztek még a Nixon adminisztráció idején, konkrétan tervek születtek, hogy hogyan kéne mesterségesen növelni a földhőmérsékletét, mert annyira úgy tűnt, hogy ez a csökkenő trend jelent van. Jó, igen, de nem azért, mert hál' Istennek ezeket a geoengineering dolgokat végül nem léptették érvénybe, csak elkezdték tervezgetni olyan ötlet szintjén, hogy miket kell beleszórni a légkörbe. Egyébként pont hogy persze széndioxidot, meg üvegházgázokat kell beleszórni, nyilván, hogy fölmelegítsék a bolygót. Mert hogy ugye a 70-es években valóban volt egy átmeneti lehűlés. És úgy tűnt, arra lehetett, hát azért minden jégkorszaknak nem mondanám, de igen, most már ugye úgy látjuk, hogy elsősorban van az Atlanti óceánnak egy atlanti több évtizedes oszcilláció nevű változékonysága, ami olyan 60-70 éves periódus idejű. Tehát ez azt jelenti, hogy mondjuk 30-40 évig az Atlanti óceán az melegebb, mint átlagosan szokott, aztán egy újabb 30-40 évig hidegebb. És akkor a 70-es évek az pont egy ilyen lehűlő időszakban volt, ami persze a Föld átlag hőmérsékletére is nyomot hagyott, tehát akkor valóban az átlagnál hidegebb volt a bolygó, és hát nem értették a jelenségnek a részleteit, mint hogy most se értenek minden részletet, persze, csak ráillesztettek egy egyenest, és mondták, hogy hoppá, itten hűlés van, de hát aztán pont a 70-es évek végén meg visszafordult, és aztán látták, hogy akkor ez mégsem így működik ez a dolog. Szóval igen, ilyenekkel óvatosan kell bánni. És egyébként ez most is ilyen klímakonferenciákon intőjelként mai napig előkerül ez a jóslat, hogy ezért óvatosan hogy ilyen is volt, és hát nehogy ugyanilyen jellegű hibákba essenek a mostani klímakutatók. Hát szerintem, ha lehet tanulságot levonni a mai adásból, akkor az talán az, hogy nagyon nehéz jósolni, még azok számára is, akiknek nagyobb rálátásuk van a tudományra, saját szakterületekre, nekik sem megy mindig, úgyhogy én azt mondom, hogy lehetünk optimistábbak is, mint általában szoktunk, de nyugodtan maradjunk pesszimisták, abból se lehet nagy baj, hogyha óvintézkedéseket teszünk a
különböző vészjósló jelek hatására, úgyhogy szerintem ez ilyen szempontból mindenképpen tanulságos összefoglaló. Igen, és azért ne felejtjük el, hogy például nem volt a mi mostani listánkon mondjuk az Y2K, ami azért egy nagy, hát tudományos, relatíve tudományos para volt, meg úgy önmagában a világ parája volt a 1999-ben, de hogy valójában nem történt semmi, és ez nem csak annak köszönhető, hogy mondjuk az illetékesek túlparázták ezt, hanem megtették azokat az óvintézkedéseket is, amik nek hála nem történt semmi fennakadás, és nem lett Y2K katasztrófa. Szerintetek mi az, ami most olyan tudományos állítás, amin később hát röhögni fogunk, ha nem is mi, és nem is az unokáink, de akár mondjuk egy 100-200 év múlva valaki megcáfolja. Hát én azt gondolom, hogy például most ez elég unortodoxon fog hangzani, úgyhogy ez csak egy ilyen beszélgetős műsorba merem, hogy szerintem a jelenlegi kozmológia ilyen, beleértve az egész sötét energiás dolgot, tehát itt szerintem itt még azért várhatok váratlan fordulatok. Szerintem pedig a mesterséges intelligenciával kapcsolatban fog bebizonyosodni, hogy egészen máshogyan lesz az veszélyes, mint ahogyan mi most vizionáljuk azt. Azt még nem tudom, hogy hogyan, de túlzásnak tűnnek azok a beszélgetések, illetve azok az okfejtések, amik az ilyen Terminátor, meg hasonló című filmeknek az analógiájára tesznek különböző jóslásokat a mi kipusztulásunkra. Hát igen, úgyhogy ezzel az optimista gondolattal zárjuk le a műsort. Jövünk legközelebb, ha minden igaz, akkor durván 2 hét múlva. A legbarát tudományos kísérleteket fogjuk összeszedni nektek, hogy ez pontosan mit takar, azt még nem áruljuk el, úgyhogy hallgassatok meg minket. A műsor elején említett a kapcsolatfelvétel napján tartott beszélgetéssel együtt minden adásunk visszahallgatható a parallaxis.emtv.hu oldalon, az epizód fül alatt, vagy a parallaxis.podcast.blog.hu oldalon. Hamarosan jövünk újra. Köszönöm szépen, fiúk, hogy itt voltatok, és beszélgettünk erről. Szerintem egy nagyon izgalmas adás volt, amit most ti, kedves hallgatók, vágatlanul hallgattatok meg. Azért van ennyi baki benne, úgyhogy további kellemes podcast hallgatást kívánok mindenkinek, és ne felejtjétek, ez a formátum annyira tökéletes, hogy kép sem kell hozzá. Sziasztok! 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 És ilyenkor szokta mondani az Ádám, hogy inkább vegyük újra az egészet. Csá, basszus, te nem sikerült a felvétel, nem indítottam el a felvevőt. Köszönjük, hogy velünk tartottatok! Az entv.hu és az Őrszekerek tudományos híreit a parallaxis.blog.hu címen, tudományos és fantasztikus műsorunk epizódjait pedig a parallaxispodcast.blog.hu oldalon találjátok. Az Űrszekerek megbízásából készítette az emtv.hu. Produkciós vezető Horváth Ádám Tamás. Az emtv.hu kiemelt partnere a Volt 51 Gamer Bar, 6. kerület, Ó utca 51, Budapesten, az Oktogonnál. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Ha otthonosan mozogsz Gene Roddenberry univerzumában, figyelemmel kíséred a Star Trekhez kapcsolódó híreket és aktuális eseményeket, ha egy-egy témában szívesen megfogalmaznád véleményed, és ha egyetemes fordító nélkül sem riadsz vissza az angol nyelvű szövegektől, nyiss egy kommunikációs csatornát, és csatlakozz az Űrszekerek csapatához! Olyan alkalmi és állandó szerzőket keresünk, akik szívesen áldoznák szabadidejük egy részét a Star Trek hazai népszerűsítésének. Küldj egy e-mailt az űrszekerek@emtv.hu címre és jelentkezz! űrszekerek@emtv.hu. Jelenlegi működésünk fenntartásához és a fejlődéshez most a te segítségedre is szükségünk van. Ha szívesen olvasol, hallgatsz és nézel minket, valamint veszel részt az ingyenes rendezvényeinken, arra kérünk, támogasd az ország legnagyobb Star Trek tematikus sci-fi portfólióját.
Támogasd az űrszekerek csapatát, csatlakozz az űrszekerek közösségi flottához, keresd a PayPal adománypontokat az űrszekerek.blog.hu-n, vagy kattints a Donate menüpontra, és támogasd szerkesztőinket, hogy a hazai trekker közösség eljusson oda, ahová rajongó még nem merészkedett. Köszönjük!